Köszöntöm a Zemplén Televízió nézőit, Önök a Hír Hét című hírműsorunkat látják. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Már osztják az új hulladékgyűjtő edényeket Sátoraljaújhelyen. Átadták az Erdőbényei vasútállomás felújított épületét. Nekik nem volt választásuk, állatok a nagy háborúban. Már osztják az új hulladéktartó edényeket Sátoraljaújhelyen, amelyet a szolgáltató ingyen biztosít minden szerződéssel rendelkező ingatlan tulajdonosnak. Az új kukákat a városellátó szervezet határúti telephelyén lehet átvenni, azokban az időpontokban, amelyet az önkormányzat által utcák szerinti besorolás alapján meghatározott. Az átvételre meghatalmazással más személyt is megbízhatnak az ingatlan tulajdonosok. Az ehhez szükséges nyomtatvány és az utcák szerinti átvételi időpontok besorolása az önkormányzat honlapján, televízión képújságján és közösségi oldalán, valamint a polgármesteri hivatal aulájában is elérhető. Személyazonosítás, egyforma nyomtatvány kitöltése és az új matrica felragasztása után már el is vihető az új kommunális hulladékgyűjtő edény. Sátoraljaújhelyen is elkezdték az osztását a szolgáltató által ingyen biztosított kukáknak. A 120 literes edényeket azok kapják, akik már rendelkeznek szerződéssel. Több ezer ilyen lakás van, így utcák szerint napokra bontva sorolták be az ingatlan tulajdonosokat, amikor átvehetik az új edényeket. Ütemezésnek megfelelő időpontban menjenek és jelentkezzenek az edények átvételére. Az átvételhez a személyazonosság igazolása szükséges, illetve az adott ingatlan használó beazonosításához lényeges segítséget adhat, adott esetben például egy számlalevél átadása, bemutatása. Abban az esetben, ha valaki nem tud személyesen menni, akkor az átvételre a szolgáltató által előre rendelkezésre tartott meghatalmazással meghatalmazott is jelentkezhet. Az új kukákat a városellátó szervezet határúti telephelyén lehet átvenni. Az utcák szerinti besorolásról a város honlapján, televízión képújságjában, a közösségi oldalunkon és a polgármesteri hivatal aulájában kitett hirdetőn lehet tájékozódni. Az átvételre meghatalmazás útján más személyt is megbízhatnak a tulajdonosok. Az ehhez szükséges forma nyomtatvány szintén megtalálható a város honlapján, vagy igényelhető a városellátó szervezetnél. Az edények átvételére pótnapokat is kijelöltek, valamint a városrészeken, ha időközben az ott lakók nem veszik át az edényeket, szintén szervez osztást majd az önkormányzat. A vasúti pálya villamosítása után az állomások felújítása van soron, mondta híradónknak dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő. Hozzátette, hogy a Mezőzombor Sátoraljaújhely vonalon több épület újult már meg és újul majd meg a jövőben. Ez előbbiek közé tartozik az Erdőbényei Szegilongi megállóhely épülete is, amelyet a közelmúltban ünnepélyes keretek között adtak át az utazó közönségnek. A vasúti pálya villamosítása mellett már korszerű körülmények fogadják az utazó közönséget, többek között a hivatalosan Erdőbényei megállóhelyen is, ami tulajdonképpen Szegilongon található. Előbb egy tehervonat, majd már a menetrendszerinti személyszállító is színesítette azt az ünnepséget, amelynek keretében átadták a helyi önkormányzat és a MÁV összefogásával megújult állomás épületét is. A Bói Zemplén országgyűlési képviselője szerint ez is bizonyítja, hogy a térségben élők számára kiemelten fontos a vasúti közlekedés. Ikonikus szerepe van ennek a kis megállóhelynek, Erdőbénye, illetve Szegilong, mert ennek a kis épületnek a felújítása azt mutatja, hogy a zempléni polgárok szeretik és megbecsülik a vasutat. Együttes munkánknak köszönhetően majdnem 3 évtizedig harcoltunk azért, hogy ezt a vonalat villamosítsák, megtörtént. Azonban a villamosítással még nem fejeződött be ennek a vasútnak a fejlesztése, mert az állomásoknak a megszépítése az legalább annyira egy önkormányzatnak a gondja és feladata, mint akár a vasútnak. És hát ebben példát mutattak az itt lévő polgármesterek, hiszen különösen Talárovics polgármester úr az, aki nagyon sokat küzdött azért a MÁV-val egyetemben,
hogy ezt a kis épületet felújítsák. Mi szeretjük és megbecsüljük a vasutat, ezért elvárjuk a további fejlesztéseket is. Reméljük, hogy az Intercity a nyári menetrend változással most már a idegenforgalmat is szolgálva napi egy pár Intercity-nk lesz. Az épületet a MÁV újította fel azzal együtt, hogy az önkormányzat, amiben csak tudott, segített, mondta híradónknak a település polgármestere. Megelőzően és mielőtt elkezdődött ennek a felújítása, mármint ebbe az épületbe valamilyen formában ben voltunk egy bérleti szerződés formájába. Akkor is nyitva tartottuk a maga az állomást, de hát óriási költség a maga a felújítás. Nem tudtuk bevállalni, nem volt rá pályázat, nem jött össze. Még akkor is próbáltuk itt a környezetét rendben tartani, kisebb-nagyobb felújításokat már elkezdtük akkor is csinálgatni. Előtetőt, ezt-azt, beállókat, tehát dolgoztunk már akkor is benne. Maga a felújítás folyamán kisebb munkánkat, amit tudtunk, megcsináltuk. A fejlesztés többek között annak is köszönhető, hogy 2016 tavaszán Szegilong is csatlakozott ahhoz a MÁV-val kötött partnerségi kezdeményezéshez, amely 90 önkormányzatot foglal magába. Több mint 21 millió forintot fordít sportszervezetek támogatására a Sátoraljaújhelyi önkormányzat. Ezt az összeget most a TAO támogatások önerejére fordíthatja 4 sportszervezet, azok, akik látvány csapatsportok utánpótlásában vesznek részt. Idén a kosárlabda, vízilabda, labdarúgás és jégkorong sport veszi igénybe majd ezt a forrást. A sportszervezetek támogatásában kétféle formában vesz részt a Sátoraljaújhelyi önkormányzat. Egyrészt a Nevelési Ifjúsági Civil Sportügyi és Közművelődési Bizottság egy pályázati rendszer keretein belül tudja támogatni a szervezeteket, másrészt az úgynevezett látványcsapat sportágak TAO pályázat önerejének biztosításával. Ez utóbbihoz jelentős forrást, mintegy 21 millió forintot biztosít a város, döntöttek a testületi ülésen a képviselők. Nagy szükség van a sportszervezetek támogatására, ugye jelentős TAO pénzekhez jutnak ezek a szervezetek, a látványsportok, és ezeknek az önrészét igyekszik kiváltani az önkormányzat, tehát nem direkt befinanszírozunk, hanem a TAO önrészt váltja ki az önkormányzat, a labdarúgás, a kosárlabda, a jégkorong, vízilabda esetében. Ez 21 millió forintot jelent, 21 millió forint támogatást jelent. A szervezetek utánpótlás nevelés jogcímre és tárgyi eszközbeszerzésre kérték a forrásokat. Ez utóbbi a vízilabdások esetében egy speciális takarófóliát jelent, amelynek köszönhetően a medencék vize kevésbé hűl ki. A jégkorong szakosztály tárgyi eszközberuházása, a jégcsarnok lelátójának bővítése, a bírói fülke fejlesztése és más pályakarbantartási eszközök megvásárlását jelenti. Az első világháborús centenáriumi emlékbizottság támogatásával látott napvilágot a Scholz Robert Gergely, nekik nem volt választásuk, Állatok a nagy háborúban című könyve. A régész történész ugyanezzel a címmel tartott előadást Sátoraljaújhelyben a Kazinczy Ferenc Múzeumban. Az érdekfeszítő egyórás program keretében a jelenlévők épp úgy hallhattak a magyar huszárok jelképeiről, a hadilovakról, mint a honvédek életét a harctéren megkeserítő rágcsálókról és férgekről. A nagy háborút sokan többféle megközelítésből kutatták, vizsgálták. Stolz Róbert azonban nem az emberi vagy technikai oldalról közelítette meg a világégést, hanem azt a területet vizsgálta, melyen mindez idáig nem sokan foglalkoztak. Azokat az állatokat mutatta be, melyeknek nem volt választásuk, azonban fontos szerepet töltöttek be az első világháborúban. Sokoldalú, alapos kutató munkát követően a nagy háború centenáriuma alkalmából jelent meg a régész történész, nekik nem volt választásuk, Állatok a nagy háborúban című könyve az első világháború centenáriumi emlékbizottság támogatásával és ezzel a címmel tartott előadást a Kazinczy Múzeumban. Háborút vizsgálták ilyen oldalról, olyan oldalról, megforgatták, alulról, felülről átvizsgáltuk, viszont amikor én is egy kicsit utána kezdtem nézni, és olyan szerencsém volt, hogy Sőregi Jánosnak, a Debreceni Déri Múzeumnak egykori igazgatójának a hagyatékát megkaptam a családtól feldolgozásra. Neki abban a naplójában olyan értékes adataik vannak, nem csak a nemzetiségekre vonatkozóan, hanem az állatokra vonatkozóan is, ami alapján el lehetett indulni egy ilyen kutatásra.
Hadilovak, kutyák, postagalambok teljesítettek szolgálatot, segítették a katonákat a háborúban, de már akkor a belilapok is szót ejtettek a frontmacskákról, de ott voltak azok a négylábúak is, melyek kabala állatként vagy háborús kedvencként enyhítették a katonák fájdalmát a harcok közepette. A világháborút épp úgy megszenvedték a jószágok is, mint az emberek, ha csak arra gondolunk, hogy az osztrák-magyar monarchia 4 milliós lóállománya a nagy háború végére 400 ezerre csökkent. Körülbelül 971 millió lóra van szüksége a monarchia seregének minden évben, és ezek egyre jobban csökkennek, ahogy a különböző csatározások és a csaták mellett a lovakat tizedelő mindenféle járványok, és már csak egyéb betegségek megtizedelik a lóállományunkat, és a huszárság mellett a lovakat megtaláljuk a trénben, a vonat csapatoknál, a lovak húzzák az ágyukat a tüzéreknek, de lovak húzzák olykor a sebesült szállító kocsikat is, sebesült szállító szekereket, valamint a lovak mellett már az a háború elején is hadirendbe állítják az összféreket, a szamarakat, ahogy a különböző terepek ezek megkívánják. A harci gázok is épp úgy károsították az állatokat, mint az embereket. A gázok kimutatására később a fronton négylábúakat, például egereket is bevetettek. Mindezek mellett pedig ott voltak azok a jószágok is, melyek a katonák élelmezését szolgálták a harcok mezején. Az utánpótlás nevelés valamennyi sportágban kiemelten fontos feladat. Ezt tartotta szem előtt a Sárospataki Tornaklub akkor, amikor az ifi korosztálynak tornát szervezett. Ezzel egyben a bajnoki szezonra való felkészülést segítették. Az időjárás is kegyes volt az utánpótlás csapatokhoz, hiszen Sárospatakon a februárhoz képest igazán kedvező körülmények között léphettek pályára. Az STC legutóbbi felnőtt felkészítő torna után most lehetőséget adott az ifinek is arra, hogy még az újabb bajnoki fordulók előtt ilyen keretek között is játszanak egymás ellen. A házigazdák nem csak ebben a szerepben igyekeztek helytállni. Jelen pillanatban ugye másodikak a bajnokságban, nem sok lemaradással. Várható, hogy szeretnénk, hogyha esetleg oda kerülne a bajnoki címhez. A srácok kedden és csütörtökönként ugye a felnőtt csapattal együtt edzenek, tehát létszámban megvagyunk. Várták ezt a tornát, mert ugye itt most egy Alsó Zsolc, aki NB-s bajnokságban szerepel, ugye velük is megmérettetnek, meg ugye a környező csapatok, a Pálház, a Sátorajú és a Tokaj csapatával. Valamilyen szinten presztízs meccsek, de inkább a felkészülés szolgálja ez a torna. Természetesen a vendégcsapatok nem csak hogy éltek a lehetőséggel, de egyben vázolták is az elképzeléseiket a bajnokság végeredményét illetően. Őszt meg tudta nyerni az U19-es csapat, tehát az őszi szezon első helyezett csapata, és hát ennek megfelelően megpróbálunk kellőképpen felkészülni a tavaszi szezonra, és lesznek olyan csapatok, akik természetszerűleg velünk szemben akarnak majd eredményt elérni, de szeretnénk megtartani az első helyet, és győztes bajnokcsapatként ünnepelni a nyár folyamán. A gyerek létszámba hál' Istennek nagyon jól állunk. Itt a környéken ugye több NB3-as csapat is van, ugye Felső Zsolca, és ott indult Barcik, a Tiszaújváros, de hál' Istennek a gyerekanyag az megvan. Hát igyekszünk összeszedni inkább alacsonyabb osztályból a tehetségesebbeket, megye egy megye kettes ifi bajnokságból, felépíteni őket, aztán már rajtuk múlik, meddig fognak eljutni. Eddig az a tendencia, hogy jó úton járunk, tavaly 5 ember öregedett ki, mind az 5 a felnőtt csapatba standard játékos, reméljük az éven is ezt tudjuk tovább folytatni. A sportesemény egyben arra is lehetőséget adott, hogy a csapatok felmérjék egymás képességeit is. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Már osztják az új hulladékgyűjtő edényeket Sátoraljaújhelyen. Átadták az erdőbényei vasútállomás felújított épületét. Nekik nem volt választásuk, állatok a nagy háborúban. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap este 7 órakor jelentkezünk. Számítunk majd akkor is a figyelmükre. Viszontlátásra!